Az idei évben kevesen oltatták be magukat a vírusfertőzés ellen, ennek eredményeképp egyre több a lázas megbetegedés. Úgy látom, hogy most nem régen kezdődhetett ez az influenza járvány, mert eddig volt mindenféle járvány, rotavírus, RSV, egyéb felső légúti vírusok, de most azt tapasztaljuk, hogy egyre több a magaslázas, tipikus influenzás tünetekkel jövő beteg. Úgyhogy most már itt van a nyakunkon, nem tudom, hogy van-e értelme az influenza oltásnak már ebbe a stádiumba. Sok a beteg. A fertőzés nem csak a felnőtteket érinti, hanem a fiatalokat is. Ezek a vírusbetegségek főleg a gyerekeket érintik. Teljesen különböző korosztály, tehát óvodás, iskolás. Talán a csecsemők kivételek ebbe, tehát önállók azért kevesebb ilyet látunk, de az óvodás, iskolás, bölcsödések, azok már érintettek. A lepkehimlő, más néven pillangóvírus, egy enyhe lefolyású betegség, amely főleg a gyermekeknél fordul elő. Kiütéssel jár a testen, és egy arcpirral, egy ilyen lepkeszerű arcpirral jár az arcon. Egy ártalmatlan vírusfertőzés. Ez az, amit tulajdonképpen kezelés nélkül is elmúlik, semmi teendőt különösebben nem igényel. De mivel fertőző vírusbetegség, ezért a közösségből azért kitiltandó a gyerek. Az elhúzódó köhögések okozzák a legnagyobb problémát, ugyanis akiknél még ez tapasztalható, azokat nem engedik vissza az óvodákba, iskolákba. A doktornő szerint abban az esetben kellene otthon maradni a gyermekeknek, ha még fennáll az akut fertőzés veszélye.